Az ország 1600 kormányhivatalából közel 400-at korszerűsítettek, a költségek meghaladják az 1100 milliárdot, ebben az energetika mellett a hulladék és vízgazdálkodási, valamint klímavédelmi programokat is támogattak. A kormányhivatalok energetikai korszerűsítésére 20 milliárd forintot költenek, a beruházástól jelentős megtakarítást várnak. Az energiának jelentős részét fűtésre, hűtésre fordítjuk. Egy korszerűtlen épületnél az utcát fűtjük. Ez ugye nem hatékony és nem jó dolog, és hát a megtakarítás ezeknél a pályázatoknál jelentős mértékben jelentkezik, hiszen nyilázáró csere van, falhőszigetelés, födémszigetelés, és hát megújuló energiát is használunk. Tehát egyik oldalról nyerünk energiát, geotermikus vagy napenergiát, a másik oldal pedig nem engedjük az energiát az épületen kívülre kerülni. A megyében is több mint 20 ilyen intézmény felújítását indították el, több mint 1,7 milliárd forintot fordítanak erre. A fejlesztés 25–30%-os megtakarítás jelent, ez csak a fűtés esetében akár 40% is lehet. Egy ilyen nagy rendszer esetében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal, ami nagymegye ráadásul, ez érezhető lesz az intézményi megtakarításban. Az nagyon fontos, hogy ez a forrás, ami így sikerül megtakarítanunk, ez nem megy el a megyéből, hanem a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy több lehetőségünk lesz arra, hogy eddig elmaradt kisebb beruházásokat akár meg tudjunk valósítani, vagy bármi olyan problémát meg tudjunk oldani, amihez saját erőből képesek vagyunk, és amihez kell valamiféle pénzügyi forrás is. Számos energetikai korszerűsítés zajlik a megye járási hivatalaiban és azok intézményeiben. Csengerben a foglalkoztatási osztály újult meg, a fejlesztésre 22 millió forintot költöttek, és a beruházás már rövid távon is megtérül. Ha megtermeljük az áramot fotovoltanikus elemekkel, azt már nem kell kifizetni, ha megtakarítunk energiákat a fűtéssel és egyéb energiákat, azt nem kell kifizetni, úgyhogy azokkal a pénzekkel jobban tudnak gazdálkodni, és azt gondolom, hogy a komfortos munkavégzés sem egy utolsó szempont, hiszen egy mosolygós ügyintézőhöz, ha betér egy állampolgár ügyeinek intézésére, egész más környezet, egész más lelkileg feltöltött kollégák jelentkeznek. Azt gondolom, hogy ez itt összesen a szellem és a háttér, a dologi háttérnek együttes munkája ez. A térségben a jövőben további fejlesztések várhatóak. A tervek szerint az idén letelték a Máté-szalkai járási hivatal alapkövét is.